Halász Márton két elnöki ciklusát követően Vasi Gézát választották a Magyar Írószövetség elnökévé. Őt ebben a székben Szentmártoni János váltotta. Amikor átvetted elnökként az Írószövetséget, milyen helyzettel szembesültél? Hát az az igazság, hogy én akkor már 6 éve elnökségi tag voltam 2001-től, tehát az átlaghoz képest belülről ismertem az Írószövetséget, nem napi szinten ugyan, de belülről. A 2004 őszi közgyűlés után lett titkára is egy erélyes, még azt is merem mondani, hogy erélyes és erőszakos titkára az Írószövetségnek, az El Simon László személyében. Hát először is ugye még 2004 elején volt az úgynevezett Döbrentei ügy, amiben belerokkant, szabályosan belerokkant ugye az Írószövetség. Olyan erkölcsi hadjáratot indítottak a szövetség ellen, amivel szemben, ugye mivel hogy akkor már elnökségi tag voltam, ezt napról napra vagy hétről hétre át kellett élnem és élnünk, hogy egyszer nem lehet kioltani ezt a tűz, ez az ellenséges tűzvészt, mert bármit csinálta az elnökség, meg az elnök, az nem volt jó. Tulajdonképpen az lett volna a talán megnyugtató megoldása a parti nagyék számára, hogyha Döbrenteit nyilvánosan exkommunikáljuk, lefejezzük, mit tudom én, szóval megsemmisítjük. Mi volt akkor az elnökségnek az álláspontja? Ahogy ez a kilépés megtörtént, és az első reakciók, február elején összeült az elnökség ülés, és elkezdett erről beszélgetni. És akkor én megkérdeztem, hát sajnos időnként muszáj nagyon racionálisnak lenni, hogy ki ismeri a Döbrentei beszédét. És akkor kiderült, hogy egyikünk sem ismerte, egyikünk sem olvasta. Akkor gyorsan letöltötték nekünk az internetről, elolvastuk. És akkor az volt az első reakció, emlékszem rá, hogy hát vihar egy pohár vízbe, hát miért ez nem lehet érni, ebből miért kell ekkora hatalmas ügyet csinálni. Hozzáteszem, hogy feltételezem, hogy a kilépők jó része is csak azt a egy vagy két mondatot ismerte, ami nyilván kerengett a adott közvéleményben. Szóval először ez volt a reflexió, és aztán persze utána közvetlenül az, hogy azért valamit lépni kell. Tehát az Írószövetség elnöksége elfogadott egy nyilatkozatot, amit hetekkel később a válasz majd megerősített, hogy mindenfajta szélsőséget elutasítunk. Nem értünk egyet, de én arra már nem emlékszem se, hogy kinek volt ez a fogalom, az ötlete, hogy de a gondolatrendőrség szerepét nem vállalja az Írószövetség. Amikor én elnök lettem 2007 végén, az interjú készítők többségének az első kérdése az volt, hogy a Döbrentei ügy. Mi a véleményem, meg hogy is van ez most 3 évvel később. A HVG-s riporter azt kérdezte tőlem, hogy miért nem nyilatkoztam én soha a Döbrentei ügyről. Hát mondom, látja, maga az első, aki megkérdezi a véleményemet a Döbrentei ügyről. Hát messze nem nyilatkoztam. És mondom, egyébként pedig az a véleményem, hogy és ezt úgy körülbelül finomítva ma is lehetne mondani, vagy nem is kell finomítani, hogy szóval neki, hogy a 20. században annyi magyar író mondott helytelen dolgokat, hülyeségeket, elítélendő dolgokat. Na most ezt mind sorba veszük, és nekiállunk nem kivégezni, hanem elítélni őket. Mi értelme van? Nem kell. Hát ezek egy idő után elfelejtődnek ezek a dolgok. És érdekes módon ez aztán akkor, tehát ugye sokunknak feltűnt, hogy a Kornél akkor a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete irodalmi szakosztály vezetőségi tagja is volt, és az senkit nem zavart a kilépők közül. Ilyen előzmények után némi kalandvágy szükségeltetett hozzá, hogy elvállald az elnökséget. 2007. január 31-én még vizsgáztattam a bölcsészkaron az ELTE-n, és a következő nap már főállású nyugdíjas lettem. Na most ez azért érdekes, mert néhány héttel később volt egy elnökségi ülés, ahol először vetődött fel, hogy ugye a Marci már nem lesz tovább elnök, nem akar tovább elnökösködni,
és hát, hogy ki legyen az utód. És akkor talán túlzó, hogy úgy mondom, hogy szinte kórusban az egész elnökség azt mondta, miután valaki ezt ki szóban mondta, hogy legyek én az elnök. Te most lettél nyugdíjas, ráérsz. El kell vállalnod. Nem tudtak találni olyan embert, aki alkalmasnak is látszott, meg is választanák, és el is vállalja. Az egyértelmű volt, hogy a saját ciklusodnak el Simon Lászlóval vágsz neki? Ő nélkülözhetetlen volt, és ő nagyon szívesen vállalta is. Tehát nála, hogy is mondjam, az író társadalomban egy menedzser kvalitás az rettenetes ritka, kivételes. Most én is egyébként csak azért mertem a Lacitól függetlenül is vállalni az elnökséget, mert azért voltak tapasztalataim, gyakorlati tapasztalataim is. Hát egyrészt a 80-as években én 11 éven keresztül az ELTE-n a központi költségvetési intézményeknek a irányítója, igazgatója voltam, 87-től pedig az egyetemi színpadnak. Tehát ez egy úgynevezett részben önállóan gazdálkodó szervezeti egység volt. Tehát az, hogy most ilyen forint, olyan forint, munkabér, egyebek, ezek nekem nem voltak olyan elvont fogalmak. És hát az elnökségemet megelőzően pedig 3 évig a Tokaji Írótábor kuratóriumának az elnöke voltam, ahol úgy szintén, ott pedig ugye hát a Sárai László volt a jobb kezem, a administratív meg gazdasági dolgok nagy része ráhárult, de azért az nekem egy nagy dicséret volt, amikor a Sárai Leci azt mondta, hogy ő neki még nem volt olyan kuratóriumi elnöke, aki foglalkozott volna a gazdasági kérdésekkel is. Ezzel most nem bírálni akarom az elődeimet, csak hogy hát ez egy ilyen világ, hogy a bölcsészek általában nem szeretnek ilyesmivel törődni, vannak, akik az adóbevallásukat se tudják kitölteni. Mit sikerült és mit nem sikerült az elnöki programból 3 év alatt megvalósítani? Nézd, én ugyan protestáns vagyok, evangélikus és nem katolikus, de ugye a püspökök szoktak jelmondatot választani maguknak, latinul természetesen a katolikusok, és én is választottam magamnak egy jelmondatot, aminek az egyik inspirációja az volt, hogy Kalász Márton azzal zárta le a 6 éves működésének a második ciklusát, hogy sikerült megmaradni az Írószövetségnek. Én meg azt a jelmondatot hirdettem ki az első megszólalásomban, hogy megerősödve megmaradni. Tehát, hogy ez a 3 éves elképzelésem. Kíváncsi lennék a külső véleményekre, ugyanis a közgyűlésen 2010. november végén 2 beszámolót készítettem. Egyet írásba szétküldtünk, az volt az Írószövetség 3 éves életéről szóló beszámoló, és felolvastam egy hasonló terjedelmű beszámolót, aminek azt a nevet adtam, hogy elnöki beszámoló. Most ezekre furcsa módon, vagy nem furcsa módon, semmi reflexió nem érkezett. Tehát nem voltak olyan hozzászólások, amelyek a 3 éves munkával foglalkoztak volna. Most ezek alapján mondhatnám azt, hogy én nem tudom, hogy megerősödve megmaradtunk, de hogy megerősödve maradtunk-e meg, azt én nagyon remélem, én úgy gondolom a önelemzésemben, hogy megerősödött, de hogy milyen mértékben, milyen szinten erősödtünk meg, azt igazából nem tudom. Melyek voltak ennek a 3 éves beszámolónak a legfőbb elemei? Talán egy konkrét elemmel kezdeném, ami nagy sikernek látszott, hogy sikerült a könyvtárat újra működtetni. Ez olyannyira sikeres volt, hogy egyrészt a minisztérium tetszését is megnyerte. Én nekem az volt az alapkoncepcióm, hogy a politikusok nem fognak az irodalomra ráharapni. De az mindannyian tudják, hogy az anyanyelv az nélkülözhetetlenül fontos Magyarország, minden ország számára, de hát Magyarország számára is. És ha meg lehet velük értetni azt, nem azért fontos az irodalom, hogy az írók megélhessenek, hanem azért fontos, mert a magyar nyelv állapota az attól is függ, hogy milyen a kortárs magyar irodalom. Ha 10-20 évig nem születne magyar irodalmi mű, az meglátszana az anyanyelv használaton, ugye. És ezt talán föl lehet fogni, és azért örültem nagyon annak, hogy az új köztársasági elnök Schmidt Pál első között említette az anyanyelv ügyét, mint ami számára fontos stratégiai kérdés. Ezt erősítette meg a Réthei miniszter úr is tulajdonképpen azzal, hogy stratégiai kérdés. Remélhetőleg most sokkal jobb sorsa lesz a magyar irodalomnak, mint eddig volt,
Már csak azért is, mert ugye most legyünk ilyen kicsinyesek, mert El Simon László igen fontos politikai pozícióba került, és ettől nagyon sokat lehet várni. Visszaugorva erre a három évre, én azt hiszem, tehát még egyszer mondom, hogy valamennyire sikerült erősödnünk nagyon nehéz körülmények között. Tehát a diplomáciai kapcsolatokat úgy érzem, hogy sikerült ebben a három évben normalizálni. Nem gondoltam azt, hogy most, mert én kibontam a zászlót, 150 író visszatérem, hogy ezt álmomban se gondoltam, csak azt, hogy néhány, esetleg egy-két tucat író majd visszatér, esetleg annak lesz valami pozitív hatása, ez nem következett be. Az irodalom érdekvédelmi kérdéseiben fegyverszünet következett be, és ez aztán 2008-tól kezdve megerősödött. Abban, hogy a mindenkori kormányzattal szemben az érdekeinket meg kell próbálni közösen érvényesíteni, ebben lényegében egy érdekazonosság alakult ki. Elvártam volna, és ezt is említettem a beszámolomban, hogy valamilyen finom, nekik sem bántó formában, szóval hogy legyen meg valami visszavonása a 2004-es balhéknak, kilépési hullám, de hát ez nem történt meg, és világos, hogy most már nem is fog megtörténni. Nem előzmények nélkül, tehát itt nem azt akarom, hogy valami újszerűség történt, de olyan programjai voltak az Írószövetségnek, részben a Bajzőcei Klubban, részben országszerte, sőt Kárpát-medence szerte, hogy azoknak hozzám legalábbis csak jó visszhang jutott el. Tehát talán vannak, akik emlékeznek, hogy a 90-es évek második felében valamikor Szilágyi Ákos egy publicisztikában a Holtak házának nevezte a Írószövetség Bajzőcei székházát. Ez persze sose, mert ha valaki bemegy délelőtt, ugye akkor csönd van. Hát persze, délelőtt általában csönd van, legfeljebb néhányan mentek a szerkesztőségekbe vagy a könyvtárba, de ebben a Holtak házában az elmúlt években a szombat-vasárnaptól eltekintve minden nap szinte programok voltak, meg a nyári szünettől eltekintve, amióta a könyvtár működik, néha ott is, tehát volt olyan, hogy egy időben két program is volt, tehát nagyon-nagyon sokszínű programkínálatot sikerült létrehozni. Elég elkülönülnek a nemzedékek. Pontosabban szólva az idős, a nyugdíjas korú, vagy a 60-on felüli, vagy ahhoz közeli nemzedékek, meg a fiatalok. A kettő közötti középnemzedék nagyrészt azok voltak, akik kiléptek, tehát ott életkorban ez a 20 év körülbelül, és ez emiatt nincs is meg a megfelelő sorrend tulajdonképpen, és ha ezt a programokra levetíti az ember, az idősebbek irodalmi estjén általában az ő nemzedékeik vannak jelen, a fiatalokén meg általában. Tehát mindig van persze átfedés is, de statisztikailag, ha néztük volna, én csak a szememmel láttam, ugye, hogy van egy ilyen nemzedéki elkülönültség. Nagyon jók, tehetségesek azok a 20-30-as éveikbe járó fiatalok, akik az Írószövetséghez kötöttek, csak azzal meg az a bajom és gondom rajtuk kívülálló, hogy ez nem a nemzedéket jelenti, hanem annak egy vonulatát. Úgy hírlik, hogy a három éves elnöki tevékenységedet egy vaskos könyvben készülsz közreadni. Hát, hogy pontosan mennyi lesz vaskos, kb. 300 oldalnyira gondolom. Az új évet azzal kezdtem, hogy elkezdtem összeszedni. Most ez nem egy irodalomtörténeti valami lesz, tehát hogy milyen volt a Írószövetség három éves élete, hanem én nekem számos alkalommal kellett köszöntőt mondani, konferencián előadást tartani, megnyitni a konferenciát, emléktáblát avatni, koszorúzni emléktáblánál, sírnál, stb. És ezek szerint meg vannak írva igényesen? Ezek döntő többségét én megírtam, hát a nagyobb részük meg is jelent egyébként szanaszét nyomtatásban, és az a hiú ötletem támadt, hogy nem tudok ilyenre példát, legfeljebb az, hogy Darvas József beszédei az 50-es években, hogy ez könyvalakban bárkinél megjelent volna, így egybe gyűjtve, és hát azért hogy ugye én azt mondtam a közgyűlésen, a beszédem vége felé említettem ezt, és hogy,
hogy ezt szeretném kiadni, már csak azért is, hogy mindenki ellenőrizhesse, hogy dolgoztam, ez némi derültséget keltett. Hát remélem, hogy majd sikerül kiadót is találni, pénzt is találni, és talán néhány olvasója is lesz, mert nem látszik annyi eredménye egy ilyen 3 évnek, mint amennyi munka van benne. Milyennek látod az Írószövetség jövőjét, illetve 21. századi misszióját? Ugye az Írószövetség egyik kardinális kérdése a székház ügy, hogy azt rendezni, hogy ne a kormánynak kelljen évente könyörögni, hogy fizesse ki a bérleti díjat, a másik pedig, hogy olyan költségvetési támogatást, vagy támogatásokat, mert a főváros is létezik, kapjon, amely tudomásul veszi azt, hogy ez nem csak egy civil szervezet, hanem egyúttal egy művelődési központ is, amelynek klubja van, könyvtára van. Hát a könyvtár fejlesztésére ma sincs egy fillér sem, meg tavaly se volt, meg 10 éve gyakorlatilag nincs rá fedezet. Olyan környezet van, amikor 100%-os jó szándék van. Biztos, hogy nem lesz meg mindig a pénzügyi lehetőség, de tökéletes jó szándék van, hogy rakjuk rendbe. Mert ugye ezek az országos költségvetés szintjén nevetséges összegek. Az részben az Írószövetség hibája is, hogy 20 évvel ezelőtt nem próbálta a székház tulajdonjogát megszerezni. Ugye megint a naív bölcsészek eszükbe se jutott, hogy ezt a tulajdonjogot most meg lehetne egy pecséttel és egy aláírással szerezni. Mint ahogy az Újságíró Szövetség megszerezte. Igen, mint ahogy a MUOSZ megszerezte, vagy ugye a Román Író Szövetség, amelynek 2 székháza van, az egyikben kaszinó működik, ugye, az se rossz példa, vagy ugye kínai Író Szövetségi delegációtól tudom, hogy a kínai Író Szövetség tagjai havi fizetést kapnak, ugye. Ilyen igényünk nekünk nincs, meg nem is lesz, pedig nem is lenne rossz, és hozzátenném, tessék elképedni, hogy a kínai központi írószövetségnek, mert minden rajonban is van, 9000 tagja van, és ez a 9000 író kap havi fizetést. Én biztos vagyok benne, hogy 2 év alatt sikerül olyanná tenni az írószövetség működését, ami ha nem is gondmentes, de lényegében zökkenőmentesnek minősíthető, és szóval, hogy is mondjam, ezt eddig is meg lehetett volna tenni, tehát nem az Írószövetségen múlott, hanem a nagypolitikán, de a nagypolitikában most megvan ez a jó szándék. Mert itt nagyon sok szikla között kell hajóznia a politikának is, hogy miként fogja az irodalmi életnek ezeket a cívódásait és ellenségeskedést, meg a művészeti életnek kezelni. Tehát most mondok egy konkrét példát. Ugye eddig úgy volt, és minden kormány olyan volt, hogy a nagy kitüntetésekkel a saját híveit ugye honorálta. Tehát, hogy én megnéztem, 8 év alatt a kormány 25 Kossuth díjat adott, ha jól emlékszem a számra, lehet, hogy 24 vagy 25, és ebből 5 volt a Magyar Írószövetség tagja. Ugye ez azért eléggé árulkodó, hasonló a helyzet a babérkoszoruknál, hasonló a helyzet az állami kitüntetéseknél. Minden idők legfiatalabb írószövetségi elnöke vagy, nem nyomaszt ez a történelmi felelősség kicsit? De egy kicsit nyomaszt, főleg kezdetben nagy súly volt a vállamon, de később megbarátkoztam ezzel a nagy kihívással és megtiszteltetéssel, úgyhogy igyekszem megfelelni ennek az új feladatnak. Kézenfekvő a kérdés, milyen programmal lehet nekiindulni ennek a ciklusnak? Hát csak nagy programmal érdemes, hiszen nagyon rangos intézményről van szó, és nem csak az értékek átmentése a cél, hanem a megújulás is. És ez a kettős feladat meglehetősen szerteágazó munkát ró ki ránk, de bízakodom abban, hogy nem csak az idősebb kollégák, mesterek tapasztalataira tudok építkezni a jövőben, hanem a fiatalabb kollégák munkabírására, ötleteire is. Úgyhogy a gazdasági biztonság, a székház problémának a megoldása után folytatjuk és tudjuk folytatni a megújulás különböző lépéseit. Gondolok itt a
arculati elemek kidolgozására, sajtó jelenlét aktívabbá tételére, a fesztiválok szervezésére, fesztiváli programokban való részvételre, ezekre már tettem lépéseket. A színházi világgal való együttműködésre. Tehát nagyon sok szertágazó eleme van a programomnak, amit az elnökség jóváhagyott és kiegészített, amely nagy bizakodással tölt el. Az Írószövetséggel kapcsolatban időről időre megfogalmazzák, hogy voltak éppen egy sztálinista képződmény, és el kellene törölni a föld színéről. A te életkorodból nézve hogyan látszik ez a probléma? Természetesen az Írószövetség régebbi múltja számomra történelem. Én az elmúlt 20 évében voltam aktív szereplő, de ettől függetlenül tisztában vagyok azzal, hogy az 50-es években azért hozta létre a központi hatalom, mert akkor még félt és rettegett az írói társadalomtól, és szerette volna őket együtt látni, hogy felügyelet alatt tartsa őket. De ez a kezdeményezés, ugye mindannyian tudjuk, visszaerősült el két nagy történelmi pillanatban is, ugye 1956-ban és 1989-ben is, hiszen mind a kettő forduló és történelmi esemény előkészítésében nagyon fontos szerepet töltött be a Magyar Írószövetség, illetőleg a Magyar Írótársadalom. Úgy érzem és úgy érzékelem, hogy talán most a rendszerváltás után 20 évvel egy újabb olyan pillanathoz értünk, amely meg lehet nem hősöket követel ehhez a fordulathoz, hanem inkább a kultúra napszámosait, akik kijárják majd azokat az utakat, amelyen a kulturális megújulás kibontakozhat. Én ennek a munkának a szereplőjének tekintem magamat, és nem többnek, sem kevesebbnek. Az Írószövetség az idők során elveszítette monopol szerepét, számos más írószervezet is létezik a piacon. Kell a Magyar Írószövetség elnökének törekedni arra, hogy párbeszédet folytasson ezekkel a szervezetekkel? Az én szerepem elsődlegesen az, hogy a Magyar Írószövetség helyzetét stabilizáljam és rendbe tegyem. A Magyar Írószövetség tagságának a sorsán lendítsek valamennyit, illetőleg a Magyar Írószövetség tagságát valahogy egységesítsem. Igen, fontosnak tartom a mindenkori irodalmi és kulturális érdekek szempontjából, hogy egy minimális konszenzus szülessen meg a kultúra képviselői és szervezetei között, amelynek során az egyéni érdekeket nagyon szeretném háttérbe szorítani a hivatás, illetőleg az kulturális szakma érdekeinek. Hosszú története során az Írószövetség számos sorsfordulót megélt. Abból a székből, ahol most ülsz, hogy látszik, van jövője az Írószövetségnek? Úgy érzem, hogy van, számos olyan találkozásom és tárgyalásom volt, van, lesz a különböző művészeti ágak képviselőivel, vezetőivel, politikusokkal, amelyekkel folytatott tárgyalások alapján megítélésem szerint van jövője a Magyar Írószövetségnek. Itt az a nagy kérdés, hogy ez a jövő egyben a magyar irodalom jövőjét jelenti-e, avagy csak egy szervezeti jövőképet jelent. Nagyon szeretném, hogyha nem csak a Magyar Írószövetség, hanem a munkája révén a Magyar Írótársadalom is olyan fontos értékközvetítő szereplővé válna ismét az emberek életében és a kulturális politikában, amelyre régóta nem volt példa. A Magyar Írószövetség utóbbi 30 éves történetét dolgoztuk fel sorozatunkban 1981-től 2011-ig. Önökkel ugyanitt 2041-ben ismét találkozunk.